Nem azért jöttem, hogy bármelyik előtt rosszat mondjak. Az ellenzéknek vannak jelöltjei, nyilván átgondolták, hogy mit szeretnének, hogyan szeretnének, én méltányolom, és bizonyos mértékig elismerem azt, annak a döntésnek a bátorságát, hogy valaki beáll a sorompóba, és egy választási kampányban részt vesz. És ez a tisztelet, ez a DK jelöltjének is kijár, ezt én megadom természetesen. Az nem korrekt, hogyha az ember olyasmit mond, ami nem felel meg a valóságnak, ezt sem akarom eltagadni. Hát szeretném én látni azt a pillanatot, amikor arra szorulok rá, hogy az általam vezetett párt a Fidesz, hogy Gyurcsány Ferenctől kérjek jelöltet. Hát ugye ez elég viccesen hangzik. Tehát olyan ember a Fideszben biztos nem lesz jelölt, aki egyébként a Gyurcsány párt jelöltje lehetne. Tehát ezt soroljuk a vicc kategóriába. Az együttműködésre meg azt tudom mondani, hogy hát a polgármester személyétől teljesen függetlenül azért ő egy ellenzéki jelölt. Az ellenzéknek van egy program, én csak ebből tudok kiindulni. Az ellenzék megmondta, harcolni akar, el akarja foglalni a városokat, hogy onnan harcoljon a kormány ellen. A polgármester jelölt mindegy, mit mond, mert valójában ő egy pártnak a jelöltje. Azt kell majd tennie, amit a közössége meghatározza számára. És ha akarja, hanem bele fogja vinni a várost egy konfliktusba, ami szerintem az itt élő embereknek nem jó. Én az együttműködést keresem, de ahhoz feltételeknek kell teljesülnie. DK, meg Gyurcsány emberével együttműködni, még ha a szívemet kiteszem, akkor is rendkívül nehéz lenne. Hiszen ott nincs együttműködési szándék, mert megmondták, hogy meg akarják buktatni a kormányt. És ehhez képest a miskolci választás, meg a miskolci emberek csak eszközként jönnek számításba. A mi gondolkodásunkban meg az egész választásnak az az értelme, hogy valahogy a miskolci emberek érdekében végezzük a munkánkat. Úgyhogy én nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem tudom elképzelni, hogy hogyan is lenne az együttműködés egy gyurcsányista miskolci polgármesterrel. Azt viszont pontosan tudom, hogy Kriza Ákos utódjával hogyan tudnék, már a következő választás utáni nap reggelén együtt dolgozni a miskolciak érdekében.